Tehát itt állunk a Göncölház előtt, Vácott, ahol a film számos kockája készült. Abban az időben ez az épület elég rossz állapotban volt, egyébként egy nemzeti műemlék, ókori görög motivumokkal, korintusi oszlopfővel és konzolokkal. Egészen különös az a fríz sor, amely igazából a kora görög áldozati templomokra jellemző. Igazából ebben az állapotban vettük meg 1988-ban, és kultúrkárházként működtetjük tovább. Jelenleg további látnivalók vannak benne, turisztikai szempontból elsősorban a maga a múzeum, a fontos, a Földtani Múzeum, a térségi Földtani Múzeum van itt, amelynek a kiállítását szívesen mutatjuk a vendégeknek. Turisztikai szempontból nagyon fontos az, hogy helyreállítottuk az evezős kultúrát. Részt vettünk a kerékpárút építésében, az Eurovelo 6-os kerékpárút az itt megy a ház előtt, és ahogy mi mondjuk, a BBB turizmus keretében várjuk a vendégeket, hiszen turistaház funkciót is kialakítottunk az épületben. Tehát a Ferences templom, amelyet az utca végében tornyosodik tulajdonképpen, mert nem közvetlenül ott áll, az a Váci Várhegyen áll. Eredetileg a Római Birodalomnak az Ulkézia Castra nevű katonai erődítménye, az pont szemben van velünk a Szentendrei szigeten. Ott egy ISIS templom és egy kicsi előtort egység volt a Várhegyen, az tulajdonképpen a várnak és a templomnak az őse. A Nép 108-asnak hívja azt a vendéglátó egységet, amelyben jelenleg a lámpás található. Ez egy nagyon régi épület, amelynek csak a pincéje van meg. Ez egy késő középkori háromszintes pincerendszer. E fölött épült a fürdő, és egy fürdőhöz tartozó vendéglátóipari egység a jelenlegi lámpás. Különlegessége egyrészt az a kis tornyos bejárat, amely látszik a Köztársaság utca felől, és ez látszik a filmben is. A másik különlegessége az egészen szép, tényleg látványos panoráma, amely a Dunára és a Dunakanyarra nyílik a teraszról. Érdekes, tehát az Eszterházy utcával kapcsolatban az az érdekes, hogy Vác egy rendkívül fontos átkelőhely volt. Tehát a kora középkortól kezdve egészen a mai napig, ugye nagyon sokáig nem voltak hidak a Dunán, ezért a gázlók és a kompoltatást az egy nagyon fontos jog volt, és egy rendkívül fontos közlekedési eszköz, áruszállítási és személyi szállítási szempontból egyaránt. Na most a főtér és a komp közötti utca az Eszterházy utca, mint ilyen egész egyszerűen minden második épület valamilyen műemlék, tehát végtelenségig lehetne beszélni róla.